Azt gondolom, hogy mind a lelkiismerethez, mind a lelkiismereti szabadsághoz, mind a valláshoz és a vallásszabadsághoz, mind az egyházakhoz méltatlan az az eljárásmód, kedves képviselőtársaim, amikkel ezt a sarkalatos törvényt a ház elé terjesztették, ezért nem fogják önöket megdicsérni. Az meg külön érdekesség számunkra, bár úgy látom, hogy az ellenzéki felszorulók újra pártszövetséget teremtenek a KDNP és a Fidesz között, de az külön érdekesség volt számunkra, hogy hát ha pártszakadás nem is, de egy belső villongást láthattunk a két párt között. Sajnálom, hogy pont ez ügy kapcsán. Tisztelt ház! A 9. ajánlási ponthoz, ha jól tudom, ahhoz szeretnék hozzászólni. A nyilvántartásba vétellel foglalkozik. Itt szerepel többek között a legújabb javaslatban az 1000 fős limitnek az elhagyása, de itt szerepel a 20 éves múltnak a szerepeltetése. Az előttünk fekvő törvényjavaslat a 94-i 4-es törvényt helyezi hatályon kívül. Az előterjesztők szerint kimondva, kimondatlanul a rendszerváltás alapján megalkotott egyházügyi törvényt, mely szólt a lelkiismereti és vallásszabadságról is, olyan viszonyokat teremtett, amelyek alkalmasak voltak a joggal való visszaélésre. Bár hozzáteszem rögtön, Lázár képviselőtársam, frakcióvezető úr azt mondta az Alkotmányügyi Bizottság ülésén, hogy az 351 egyházi jegyzőkönyvben van, a törvényeket betartva működött, legalábbis jogi precedens, bírósági döntést azzal kapcsolatban nem láttunk, hogy jogszerűtlenül működtek volna. Szerintük, az előterjesztők szerint a különböző közösségek, felekezetek, egyházak korlátok nélkül és átláthatatlan burjánzású, devalválta valódi értékeket hordozó, valóságos társadalmi igényt kielégítő egyházak létezését és tevékenységét. A jobbító szándék tényét feltételezés megdöbbentő, hogy a kormányzó többség a politikai szabadsággal visszakapott vallásszabadságot, azaz az elmúlt 20 év fejlődését egyfajta vadhajtásnak tekinti, és az egyházak közötti szelektálással egy jó nagyot lép vissza. Csak gondoljanak bele abba, hogy a 20 éves limit nem mond mást, mint hogy ami az átkosba már létezett, az maradhat, ami az új világba, a szabad világba létrejött, azok pedig tűnjenek el. Szerintem ez egy rossz üzenet 89-90 utáni Magyarország számára. A 13, 14, 24, 25 ajánlási pontokhoz is lehet, hogy még van egy-kettő, ezekhez szeretném a következőt mondani. Ez a kétharmados parlamenti döntéshez köti az egyházak elismerésének lehetőségét. A javaslatot támogatók álláspontja szerint egy eurokonform korszerű törvényt alkotunk ma meg. Sehol a kontinensen nincs ugyanis példa arra, hogy ennyi egyház működjön egy országba. Ez véleményünk szerint finoman fogalmazva csúsztatás. Minden európai térségnek és minden nemzetnek megvan a maga jogfejlődése, és ha lehet ilyet mondani, vallásfejlődése is. Más a protestáns skandinávoké, más 8. Henrik anglikán egyházái, és más a franciák útja, amely Szent Bertalan éjszakáján kezdődött, a forradalomban folytatódott, de más az olaszoké is. Gondoljunk egyébként Németországra, ahol egy ország határon belül is több nagyon nagy vallási csoport létezik. Ott vannak a protestánsok Észak-Németországban, de ez az ország adja egyébként a katolikusok pápáját is. Ettől a sokszínűségtől szép ez a kontinens, melyen helyet kapott magának az iszlám is, mint ahogy itt élnek velünk millió számra ortodox testvéreink. És én is egy tévhitet szeretnék eloszlatni, amelyet szintén Lázár képviselő úr mondott ma a bizottság ülésen. Ausztriában a parlamentnek, ha jól tudom, nincs joga dönteni egyház elfogadásáról, avagy elutasításáról. Az oktatási miniszter jár el, ugyanis képviselő urak, 6 hónapos próbaidő után, ha nincs ellen indítvány, ha nem áll el maga a miniszter az indítványtól, és ha megfelel továbbra is a kitérmőknek, akkor közlönyben közzé teszi az egyházat, mint státusz szerzett egyházat, ehhez természetesen ott is tartoznak kritériumok, 20 éves működés, 300 tag, és 10 éve vallási közösségként kell, hogy működjön. Az osztrák egyházakról szóló törvény, tehát tudomásom szerint csak a minisztert említi, a parlament szerepét nem. Van viszont egy hasonlatosság, ez viszont nem Európa azon részéből merít, amelyet mi követendőnek tartunk. Fehér Oroszországban valóban működik egy parlament által felállított, nem teljesen politikai testület, lehet, hogy egy kis szakmaiság is van benne, ott valóban a politikának akkora ráhatása van, hogy ott valóban egy ilyen testület dönti el azt, hogy ki számít egyháznak, és ki nem számít egyháznak. A 33-as ajánlási ponthoz szeretnék hozzászólni, ez az úgynevezett táblázat, ami immáron csak 14 egyházat említ meg,
Szerencsés egyébként, hogy nem két hét múlva lesz a szavazás, mert akkor lehet, hogy már csak hét egyház szerepelne benne, úgyhogy húzzunk bele szerintem, mert a napokkal együtt fogynak ezek. A modern vallás történet a mai napig, leszámítva a Horthy, Rákosi és Kádár korszakot, progresszív és haladó volt. 1791-ben nyertek a magyar protestánsok teljes vallásszabadságot, és már lehetett vegyes házasságot kötni. Igen, folytatom majd. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. Novák előtt képviselő úr következik ismételt normál hozzászólásra. Köszönöm a szót, elnök úr. Folytatnám a másodiktól az talán az utolsó ajánlási pontig terjedő kritikai észrevételemet, hiszen ma úgy ébredtünk mi magyar emberek, hogy a Szimsalom progresszív zsidó hitközség, és ezért elnézést a nyelvbotlásokért, de hát nehéz szavak ezek. Szóval úgy ébredtünk mi magyar emberek ma, hogy a Szimsalom progresszív zsidó hitközség egy történelmi egyház. Na most azóta eltelt néhány óra, és a történelem vasfoga bizony megsemmisítette ezt az egyházat. Ma már nemhogy nem első kategóriába sorolt történelmi egyház, a Szimsalom progresszív zsidó hitközség, hanem egyenesen nem is egyház, megszüntették önök egyháznak tekinteni ezt. No persze azért nem kell, hogy nagyon aggódjanak tehát a zsidó felekezetek, hiszen ez az egyház 2004-ben lett regisztrálva, amit nem csak hogy Fónagy János tőle mit is váratnák más, de egyenesen a kereszténydemokrata Harad Péter, Lukács Tamás és Stágel Bence is javasolt az első kategóriába. Továbbra sem hallottam Salamon képviselő úrtól, csak a saját vallásom rítusából kívánt kioktatni. Nos, nagyon szívesen hallanám, hogy ennek az önök pártja által javasolt zsidó egyháznak pontosan milyen rítusa van, milyen történelmi hagyományai. Erről valahogy érdekes módon azóta sem hallottuk. Egyébként a saját javaslatuknak, a saját KDNP-s javaslatuknak is ellent mondanak, hiszen nem áll fel, nem hogy a 20 év honosság, de nyilvánvalóan az 1000 fős létszám sem. Most, ami a görög katolikusokat illeti, nem hiszem, hogy a legújabb egy-két órája benyújtott javaslatáról megkérdezték volna a görög katolikus egyházat, hogy ennek az új javaslatnak a fényében is akár a római katolikus egyház részének tekintik magukat, mint hogy nyilvánvalóan minden tekintetben nem, hogy csak a cölibátust említsem, és említettem egy példának. És ugye a kettős mércéjükre jellemző, hogy amikor a népszámlálás volt, akkor érdekes módon az izraelitákat nem tagolták 4 meg 6 felé, hanem próbálták azért egységbe tömörítve egy komoly nagy számot felmutatni, hogy ezeknek a lobbiknak tudjanak eleget tennie. Ilyenkor viszont, amikor különböző állami támogatásokról van szó, akkor amikor különböző protokolláris szerepek osztásáról van szó, hogy besorolhatják őket az egyházak közé, akkor mindjárt számos egyházat találunk. Igen, én egyébként nagyon nyitott vagyok a zsidó egyházak iránt, hiszen nem hiszem, hogy sokan vannak még itt, akik rajtam kívül a világ második legnagyobb neológ zsinagógájában, minő véletlenébb Budapesten van ez, ugye, jártak. Hát elárulom önöknek, hogy a szombati napon, amikor egy istentisztelet van, akkor bizony egy körülbelül 35-en vesznek részt ezen a bizonyos nagy istentiszteleten, ebben a hatalmas templomban. Talán csak holokauszt megemlékezésen telik meg az önök politikusi vezetőikkel, hajbókolóikkal ez a bizonyos világ második legnagyobb neológ zsinagógája, ami azonban jellemző. Képviselő úr, a lényegre legyen szíves rátérni. Hát azért ezt lényegesnek tartom, vagy legalábbis önök tartják, képviselő, de valóban azt látom, tovább. Hogy az ismeret hiánya nem gátolja önt a felszólalásban. Elnök úr! Én megértem, hogy ön számára is, mint KDNP-s vezető elnök számára is kellemetlen, hiszen az izraeli tagozatot is nyilvánvalóan azért hozták létre a kereszténydemokrata néppárt kötelékében, mert valójában egészen más érdekeket képviselnek. De azért folytassuk, hogy valójában mit tartanak önök fontosnak. Ugye ezt most tudtuk csak meg néhány órája, hiszen programjukban ez nem szerepelt. A választók erről nem szavazhattak. Most találják ki önök is, homlokegyenest ellenkező javaslatokat nyújtanak be néhány óra elteltével. Aztán, amikor benyújtották, most azt mondják ki, hogy ez koherenciazavar volt. Alkotmányellenes volt az előbb néhány órája benyújtott javaslatok, most tárgyaljunk egy újat. Hát azért meglehetősen komolytalan ez, amit itt az utolsó pillanatban eljátszanak. De hát beszéljünk a vitáról, hogy mi hangzott még itt ezenek a javaslatnak a kapcsán. Az MSZP részéről például az, hogy abszurd az, hogy kéri a bejegyzését egy olyan egyház, ami esetleg régebbi, mint a magyar állam. Hát ugye az internacionalizmus mentén jelenleg is bólogató Lendvai Ildikó, ugye? Hát azért, ha egy példát mondjak nekik a nemzetközi világból, ne szaladjunk messze, hogy a Szlovákia esetében. Hát ha ezt a javaslatot elfogadnák, hát milyen kaotikus helyzet lenne mondjuk Szlovákiában, ahol hát azért a legtöbb egyház talán régebbi, mint mondjuk a szlovák állam. Tehát azt gondolom, hogy ez az érvelésük semmiképpen sem helyén való. Képviselő úr, arra kérem, hogy az ajánlási pontokról legyen szíves. Arról beszélek, most itt a véleményét elmondani.
Hadd mondjam el akkor, mert látom, hogy most már figyelemben nem tudok hallgatni szakmai észrevételeket, akkor viszont elmondanám, hogy a házszabály 97. paragrafus második bekezdése szerint a módosító javaslat indokolásában meg kell jelölni az elfogadása esetén várható társadalmi és lehetőség szerint számszerűsített becsült gazdasági hatásokat. Egy normális törvényalkotás így néz neki. Nem úgy, hogy itt a késő éjszakai órákban kitolálják minden az eddiginek az ellenkezőjét, és benyújtanak alkotmányellenes javaslatokat. Én azt gondolom, jellemző egyébként, hogy semmilyen Zsolt sem vett részt ezen a bizottsági ülésen. És hát ami a legfájóbb, hogy Balsa Istvánnal ezt a piszkos munkát elvégeztették. Pedig hát ugye neki még a pezsgőt is behűtötték a bizottsági ülésre, hogy méltó búcsúztatása legyen. Nem kevés piszkos munkát végzett el eddig is. De hogy ilyen méltatlan feladatot adtak neki, hogy végül a pezsgőzésre is, azt gondolom, joggal nem kerülhetett sor. Hát elhoztam én a bizottsági ülésre ezt a pezsgőt, átadnám most neki. Vigye haza, igye meg, sajnos akkor ünneplés hiányában egymagában otthon. Én azt javaslom, hogy egyszerre, és aztán egy őszinte pillanatában pedig a széles nyilvánosságnak fogalmazza meg végül, most, hogy már a pártfegyelem nem köti azt, hogy mi a véleménye erről az alkotmányellenes eljárásról. Köszönöm figyelmüket. Ügyrendben Lázár János frakcióvezető úr kért szót. Uram, megengedi, akkor nagyon röviden, mielőtt ebben a rendkívül fontos vitában megvárom a... Megkérem Novák előképviselő urat, hogy fáradjon a helyére, ezekből a performanszokból már elege van a háznak, higgy el. Képviselő úr, nem önné van a szó, Lázár János frakcióvezető úrnál van a szó, és kérem, hogy az óráját majd a frakcióvezető úrnak állítsák. Köszönöm szépen, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt országgyűlés, mielőtt ebben a rendkívül fontos vitában, ami azt gondolom, hogy valóban komoly társadalmi következményekkel fog járni, tovább lépnénk. Szeretném, hogyha a Novák előtt képviselőtársam egy mondat kapcsán vagy tisztázná magát, vagy bocsánatot kérne. Fónagy Jánost illetően hangzott el egy mondat, amely az én fülemet frakcióvezetőként és képviselőként nagyon sérti. Ez a mondat pedig, hogy tőle nem is várható el más. Szeretném, ha bocsánatot kérne. Szeretném. Szeretném, ha bocsánatot kérne ezért a mondatért, mielőtt tovább lépnénk. Ennélkül nem gondolom, hogy tovább tudnánk ebben a vitában lépni. Pont a szabad vallásgyakorlás és a lelkiismereti szabadság tekintetéről szóló vitában vagyunk. Ezért kiemelten fontosnak tartom az ön mostani bocsánatkérését. Köszönöm szépen, frakcióvezető úr. Novák előtt képviselő úrnak adok szót bocsánatkérésre. Hát, elnök úr, azért nem egészen így működik még az országgyűlés, hogy ön megmondja, hogy én mit mondhatok, és akkor ad szót. Két percben kértem szót, ha szót kapok, akkor elmondom. Két percben szót kértem. Kapok szót? Én gondolom, hogy bocsánatot fog kérni. Ja, gondolja, az már más, azt már értem, elnök úr. Most nem bocsánatot kérek, hanem elmondom, hogy kikérem magamnak azt, hogy önök ilyen alkotmányellenes, házszabályellenes eljárással házelnökként... Képviselő úr, itt elhangzott egy ügyrendi javaslat, az ügyrendi javaslat találkozott a levezető elnöknek a véleményével is. Én is úgy ítélem meg, hogy ön megsértette Fonagy János képviselő urat személy. Képviselő úr, önnek nem adtam szót, úgyhogy ön fogja be most ebben a pillanatban a méltóságos száját, majd amikor szót kér, fog kapni tőlem szót. Zagyva képviselő úr, nyugodjon meg, nincsen semmi probléma. Egyelőre még senki nem szorul orvosi kezelésre. Ha arra kerül sor, akkor fogom hívni az egészségügyi szolgálatot. Folytathatnám néhány másodperc után tehát a beszédemet. Fonagy Jánostól miért nem várhatunk más? Hát nem kívánom az egész politikai múltját elemezni, de maradjuk ennél a módosító javaslatnál. Említettem már, hogy a házszabály mit ír elő módosító javaslatok esetén. Hogyan felel meg ennek egy államtitkár? Mit nyújt be? Egy egymondatos módosító javaslattal intézi el azt, hogy Magyarországon mi legyen történelmi egyház. Azt írja, hogy a módosító javaslat célja, hogy a Szim Salom progresszív zsidó hitközség a vallás szabad gyakorlásáról szól. 1895. évi 46.
43. törvénycikk alapján a bevett és elismert egyházak között jelenjen meg. Hát ez milyen javaslat? Szégyelje magát, államtitkár úr, azt kell, hogy mondja. Képviselő úr, ön egy visszavont módosító javaslatról beszél most, ami pillanatnyilag nem témája a vitánknak. Egy, kettő. Képviselő úr, letelt az ideje, úgyhogy folytatjuk a továbbiakat. Schiffer András, frakcióvezető úr, két szót. Parancsoljon, frakcióvezető úr. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt országgyűlés. Én valóban a 101-es számú módosító javaslathoz szeretnék hozzászólni. Részben tartozik is a tárgyához ennek a módosító javaslathoz, hogy én azt gondolom, hogy egy dolog nagyon nem lett itt tisztázva az előbb, amikor Lázár képviselőtársam felszólalt. Itt nem arról van szó, hogy valaki csúnya szavakat használ, hanem akkor Novák képviselőtársam, amikor valakinek a származását burkoltan, sunyi módon fölemlegeti, akkor, amikor itt szórakozik azzal, hogy a KDNP hogyan szervez izraelita tagozatot, embereket megaláz, megsért. Emberek emberi méltóságát megsérti. Tisztelt országgyűlés, én kicsit szomorúan láttam ezt az áruszavazás előtti módosító javaslatot, hiszen még délelőtt is sajtónak is azt nyilatkoztam, hogy mi erről a törvényjavaslatról valószínűleg úgy fogunk véleményt nyilvánítani, hogy tartózkodni fogunk, hiszen önmagában a listázás, mint technikát, ezt hetek óta ugyan bíráltuk, viszont szerettük volna méltányolni azt a rugalmasságot, amit az elmúlt hetekben a KDNP előterjesztő képviselői, egyébként a módosító javaslatokkal Lukács Tamás, Harag Péter frakcióvezető úr és mások tanúsítottak. Ez a zárószavazás előtti módosító javaslat azonban koncepcionálisan felülírja mindazt, amit az elmúlt hetekben történt, és természetesen van egy eljárási kifogásom is, zárószavazás előtti módosító javaslatban egy törvényjavaslatot koncepcionálisan megváltoztatni azt gondolom, hogy nem lehet. És főként nem lehet úgy, hogy gyakorlatilag az érdemi egyeztetésekre, vitákra nem kerülhet sor. Ami az zárószavazás előtti módosító javaslatnak az érdemi tárgyát illeti. Ha emberi méltóságról beszélünk, és egyetértünk abban, hogy a vallási önkifejeződés szorosan következik az emberi méltósághoz fűződő jogból, akkor nyilván abban is egyetértünk, hogy az államnak mindig, minden esetben a polgárait egyenlő méltóságú személynek kell elismerni. Ebből következtetve elleneztük folyamatosan, tehát a korábbi változatban is, hogy a törvényjavaslathoz akárhány számú, bármilyen formájú lista tartozzon. Mi azt javasoltuk, hogy a törvény tartalmazzon kellően kemény objektív szankciókat, akár megnyitva védelmi rendszerként a büntető törvénykönyvet is, és így biztosítson lehetőséget annak az egyébként általunk is helyeselt törvényi célnak a kiváltására, hogy visszaélésszerűen az egyházi státusszal ne lehessen működni, ne lehessen Magyarországon az egyházi minőséggel visszaélni. Igen, ebben egyetértünk. Az a helyzet, hogy akkor, amikor akár három lista van, akár egy lista van, és bizonyos vallási közösségek fölkerülnek egy ilyen listára, más vallási közösségek nem kerülnek fel a listára, akkor bizony az állam nem kezeli a polgárait egyenlő méltóságú személyként. Hiszen bármilyen kicsi is a különbség, bármennyire is hivatkoznak önök arra, persze joggal, hogy majd jövő évtől, különböző időpontoktól kezdve a most kimaradó egyházak is elismerésbe részesülnek. Az a helyzet, miniszterelnök úr, hogy abban a pillanatban, hogyha az állam és a népszuverenitás legfőbb szerve tesz egy olyan gesztust, hogy valakiket elismer, más valakiket meg nem ismer el, nagyrészt diszkrecionális jogkörében eljárva, akkor bizony megsért embereket. Az abban viszont, ami minket mégis arra int, hogy egy nem szavazattal fejezzük ki az egyetemértésünket, leginkább az indított el bennünket, hogy bizony van érdemi különbség aközött, hogy a bíróságok ismernek el egy egyházi közösséget, vagy a parlament. Természetesen, hogyha nagyon kisarkítom az álláspontot, akkor nyugodtan lehet azt is mondani, elhangzott ilyen vélemény is, ugye, hogy hát akkor tulajdonképpen a bíróságoktól is el kéne vitatni ezt a jogot, hiszen állami szerv. Igen ám, van egy hatalmas különbség viszont itt az országgyűlés, mint politikai döntéshozó testület és a bíróságok szerepe között. Az országgyűlés vagy egy miniszter
akár Semjén Zsolt, akár másról van szó, szükségképpen politikai döntést fog hozni. A bizottsági vitában Lázár képviselőtársam, amikor a jobbikos képviselőtársakkal vitatkozott, akkor azt hiszem használt egy olyan mondatot valamelyik jobbikos képviselőnek címezve, hogy ne kérdőjelezze meg egyetlen vallási közösségnél sem, hogy jó ügyet szolgál. Tulajdonképpen ezzel egyet is értettem ott ezzel a mondatával, csak a helyzet az, hogy a dolog természetéből adódik, tehát hogy egy politikai döntéshozó testületre bízzuk az elismerést, hogy bizony mindig lesznek képviselők, akik meg fogják kérdőjelezni azt, hogy egyik vagy másik vallási közösség jó ügyet szolgál. Ezért nem szabad idehozni ezt a kérdést. Ezért nem szabad idehozni, ezért kellenek kellően kemény garanciák, amelyek alapján egy bíróság tud dönteni. És még egy vitánk volt Lázár képviselőtársammal, ő ugye azt mondta, hogy akkor, amikor a 90 évi 4-es törvényről, vagy erről a törvényről vitatkozik a ház, akkor is végül is ítéletet mond vallási közösségekről. Ez nem így van, Lázár képviselőtársam. Arról van szó, hogy akkor, amikor egy törvény kereteiről beszélünk, akkor absztrakt normákat fogalmazunk meg, akkor egy normatív eljárási rendet állítunk fel, és nem egyedi vallási közösségekről mond véleményt egy politikai döntéshozó testület. Ez egy óriási különbség. Ha meghagyták volna a bíróságoknál ezt a jogkört, akkor ezt a határvonalat, ami az absztrakt normaképzés és az egyedi elbírálás között húzódik, nem lépik át. És hát végezetül arra szeretnék azért néhány szóval kitérni, ami itt az utolsó bizottsági ülésen történt. Én magam egy justizmornak tartom azt, hogy az állam egy törvényben szabályozza bizonyos jogalanyoknak a... Egy percet kérnek. Köszönöm. Szabályozza bizonyos jogalanyoknak a létrejöttét, de nem rendelkezik ezeknek a jogalanyoknak a megszűnéséről. Tovább megyek, nincs olyan a magyar jogban, hogy egy jogalany nem tud megszűnni. És itt nagyon kérem, tiszteletben tartva mindenkinek a lelkiismereti meggyőződését, hogy a lételméleti kérdéseket a jogi jogfilozófiai kérdésektől válasszuk el. Az állam jogalanyként ismeri el ilyenkor az egyházakat, jogalanyt kreál, innentől kezdve az államnak rendelkeznie kell a megszűnésről, és pontosan azon érvek miatt kell rendelkeznie a megszűnésről, amit egyébként Lázár János az indító bizottsági vitában elmondott. Ha van komoly nemzet, vagy ha lehet komoly nemzetbiztonsági kockázat egy egyházi vallási közösség működésében, vagy magukat egyháznak kiadó szervezetek működésében, ha felmerülhet az, hogy egy vallási közösség törvénytelenül működik, akkor bizony az államnak felelőssége az, hogy a törlésről, a megszűnésről is rendelkezzen. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Gaudi Nagy Tamás következik rendes felszólalásra. Parancsoljon, képviselő! Köszönöm, elnök úr! Szeretném előjáróban kormánypárti képviselőtársaimat arra ellentmondásra emlékeztetni, hogy itt ma ennek a vitának igazából a kárvallatai nem önök, nem mi képviselők, akik most itt ki tudja mennyi ideig itt kell most vitázunk ezen a kérdésen, hanem azok a hívő emberek, akinek a méltóságát és érzéseit rendkívüli módon sérti az, hogy egy ilyen kényes kérdést, amit az alaptörvény, amit a általunk sok tekintetben kritizált alaptörvény, de ezen tekintetben egyébként korrekt megfogalmazású alaptörvény egy nagyon fontos, kiemelt kérdésként szabályoz. Tehát a lelkiismereti vallásszabadság egy államban, ráadásul Magyarországon egy kiemelt, fontos, védett érték. És nem lehet olyan helyzetet előteremteni, ami most végülis ennek folyamányát éljük most meg. Indulatos szavak hangzanak el, képviselőtársam részéről, házelnök úr részéről, bár tudom, nem szabad minősíteni, de ettől függetlenül úgy gondolom, hogy sokkal előremutatóbb lett volna az, ha, ahogy eredetileg a sarkalatos törvényekkel szemben követelményként támasztottan önök is megfogalmazták, hogy kormány előterjesztések jönnek elő sarkalatos törvények törvényjavaslataiként, és ezeket egy széleskörű társadalmi vitában először megjáratják, megköröztetik az érintett egyházakkal. Én úgy gondolom, hogy magára vállalta azt a felelősséget a kereszténydemokrata néppárt, mint az egyházi és vallási ügyek felelős az önök pártszövetségében, hogy mégis képviselői előterjesztéssel élt ebben az ügyben. És mit élhettek ők át, és mit élhettek át a hívő emberek azt, hogy ezt a törvényjavaslatot, ami eredeti formában sok szimpatikus elemet is tartalmazott, bár voltak vitatható elemei, most egyetlen egy nap alatt olyan zárószavazás előtti módosító javaslatokkal borították föl, tökéletesen megváltoztatta a koncepció eredeti irányát, amelyek kapcsolatban én is mondanék egy hasonlatot, olyan, mint hogy a föltörvény
a zárószavazás előtti módosító javaslata kapcsán az a javaslat kerülne utolsó pillanatban előterjesztésre, hogy az eddigi cél szerint, hogy a magyar állampolgárok szerezhessenek csak földtulajdont, hirtelen külföldiek is szerezhessenek földtulajdont. Én azt gondolom, hogy egy ilyen radikális mélységgel belenyúlni egy törvényjavaslatba, amelyet már tényleg sok tekintetben körbejártak bizottsági szinten, egyeztetési szinten, nem lehetett volna. És ennek folyamányaként ülünk ma itt, évfél körüli órákban, és kell ilyen felkészületlen, átgondolatlan javaslattal kapcsolatban vitánkat lefolytatni. És azért az, amellett sem menjenek el képviselőtársaim, hogy azért miért hagyják szó nélkül azt a csodálatosnak mondható metamorfózist, amelyen Lendvai Ildikó átesett. Ugye egy pillanatra gondolkozzunk el. Az ő ideje alatt, amikor ő cenzorként, a diktatúra elnyomójaként működött, olyan kiváló papokat, egyházi embereket aláztak meg sorozatosan, csuktak börtönbe, csak személyesen én is ismertem Isten nyugosztalja Keglevics István regnumos atyát, akit évtizedekre azért csuktak börtönbe, mert keresztény elveket tanított fiataloknak, táboroztatta őket Erdélyben, és egyáltalán emberséget, kereszténységet adott. Én azért azt gondolom, hogy sokkal erőteljesebb dinamikával kérem, hogy lépjenek föl annak érdekében, hogy az a Magyar Szocialista Párt, amely az elmúlt 8 év és az egész előtte levő 40 év nagyon kemény nemzet számára hátrányos következményeket hozó vezetését végezte az országban, végre kerüljön megfelelő helyére. És ide, ebben mutassanak sokkal nagyobb lelkesedést és buzgalmat, mintsem, hogy olyan képviselőtársaimmal szemben lépnek fel, akiket egyébként úgy gondolom, hogy jogos indulat vezérel akkor, amikor ilyen átgondolatlan javaslatokkal találkoznak. És végül, de nem utolsó sorban azért én magam is csatlakoznék Siffer András képviselőtársam több észrevételéhez, ezt a bizottságban meg is tettük, mégpedig az egy, nincs jogorvoslati rendszer, azért ez nagyon-nagyon fontos, lényeges hiányosság a javaslatnak. Tehát gyakorlatilag önök egy olyan rendszert működtetnek, amely egyrészt átvenni a bíróságoktól egy normalizált nyilvántartásbevételi rendszernek a döntési jogköreit, tehát egy politikai viták részévé tenni az, hogy több száz egyház most megfelel a egyházi kritériumoknak vagy nem, ezzel vitathatóvá, támadhatóvá teszi ezeket a döntéseket, másrészt még jogorvoslatot sem biztosítanak, hiszen a mostani zárószavazás előtti módosító javaslat kiveszi ezeket a lehetőségeket. A másik, amihez szintén magam is előterjesztést tettem, és egyébként egy jó megoldás lenne az Alkotmánybírósághoz való fordulás lehetősége, ennek érdekében még akár most is hajlandóak vagyunk egy gyors bizottsági ülésre, hogy akár gondolják meg, és igenis, ha már egyáltalán mindenképpen át akarják előterjeszteni ezt a javaslatot, akkor igenis kössük ki Alkotmánybírósághoz való fordulás lehetőségét az egyházak nyilvántartásba vételéről szóló országgyűlési határozatokkal szemben. A másik ilyen javaslati elem, ami szerintem rendkívül nagy hibája javaslatnak, az szintén az, amit Siffer András képviselőtársa mondott, meg én is a bizottsági vitában, még pedig az a legutolsó zárószavazás előtti módosító javaslat. Egyszerűen ez nyitva hagyja azt a kérdést, hogy egyszer már nyilvántartásba vett egyház, ha és amennyiben a nyilvántartásba vétel feltételül szolgáló előírásokat utóbb megszegi működésével, nemzetbiztonsági kockázatot jelent, alaptörvényellentétes működést fejt ki, vagy egyszerűen az egyház törvény kiemelt rendelkezését durván és visszatérően megsérti, akkor semmilyen módon nem szankcionálható. Tehát egyszer is mindenkorra ezek szerint, ha jól értelmezik a törvényt, ha valaki egyházi nyilvántartásba kerülhet, onnét kezdve és egy megfelelő lobby tevékenységgel ezt eléri, noha egyébként arra törvényi feltételeknek nem felel meg, csupán politikai akarat nyilvánul meg a befogadók részéről, akkor onnét kezdve nincs törvényes út arra, hogy ezt a szervezetet tegyen bármit is a nemzet vagy a közösségünk ellen, ezt a szervezetet törölni lehessen. Úgy gondolom, hogy egy ilyen javaslatot józan ésszel támogatni nem lehet, ezért nagyon kérem képviselőtársaimat, hogy gondolkodjanak el ezen, és ennek érdekében akár egy ilyen utolsó módosító javaslatot közösen fogadjunk el az Alkotmányi Bizottságban. Ebben a formában viszont nem tudjuk támogatni a javaslatot. Köszönöm. Köszönöm szépen. Fónagy János képviselő úrnak, államtitkár úrnak adok szót. Parancsoljon. Köszönöm szépen, tisztelt ház. Én nem kérem, hogy bocsánatot kérjen Novák előtt képviselő úr, hiszen azt mondta, amit érez, és úgy mondta, hogy tőle elvárható. Éppen ezért nem a sértődöttség, még csak nem is a felháborodás beszél belőlem, ön nem mondott mást, mint amit elődei is, meg ön is mondott. Ezért pusztán az ismeretterjesztést szolgálja hozzászólásom, amelyben el szeretném mondani, hogy a 1848-ban megalakult Pesti Reform Egylet, Pesti reformalizált izraeliták
bármennyi is irritálja, ez a fogalom mégiscsak megvan. A első szemere kormány fogadta el őket, éppen azért, mert törekvéseik megfeleltek annak, amit gondolom most már másfél évszázada, és mi magunk is szolgálunk, nevezetesen az, hogy ez a zsidó közösség elutasította a vallási szabályok kritikátlan követését, lényegtelennek minősítették a külsődleges identitásjegyeket, felfogásukban a zsidóság társadalmi emancipációját és kulturális asszimilációját tűzték ki. Hogy mennyire magyarok voltak, ez mi sem bizonyítja, hogy Klapkával együtt Komáromba védték a várat, majd hajnó üldözése miatt kerültek nagy részük külföldre. Az pedig, hogy ön valóban Európa második legnagyobb zsinagógájába miért lát olyan kevés embert? Azt kérdezzem meg az ön szellemi példaképeitől. Azért, mert 600 ezer ember hiányzik ebből az országból. Azért, mert az ön szellemi példaképei oda ezt a helyzetet teremtették. Úgyhogy kérem, ne hányja a szemére ennek a közösségnek, hogy kevesen vannak. Hogy nem szégyeli, az rendben van, de azért számon ne kérje tőlünk. Köszönöm, hogy meghallgattak.